A műsorszám támogatója a Tastevino Borbár és Vinotéka. Az alapanyagokat a Perkovács ház biztosította. Köszöntöm nézőinket, ez a Sterc, a Sopron Televízió gasztro magazinja, Rákóczi Lacival természetesen, aki a Soproni Szakképzési Centrum vendéglátó iskolájának egyik szakoktatója. Szervusz, Laci, köszöntelek. Szervusz, András, üdvözlöm a kedves nézőket. Következő életedre létszves, ami nagyon rövid titulust válaszál magadnak, mert ez egy hosszú minden alkalommal elmondani, de egyébként azt is el kell mondani, hogy az iskola tankonyhája adja a helyszínt műsorunkhoz. Laci, nem, tényleg nem azért elvonatkoztatva a világ dolgaitól, de nagyon szép keszegeket hoztál nekem, amit egészen véletlenül én fogtam. Ugye? Kérlek szépen. Szegény András, amit kapott már ezért. Igen, ez egyik bevásárlólánc akciós termékének titulálta azt, amit egyébként a fertőtóból sikerült kifognom. Engedéllyel rendelkezem természetesen. Sőt, saját magam pucoltam meg, és most én is fogom megsütni, az annyira hozzám fog kötődni ez a hal, hogy meg is eszem. No, én nyilvánosan akkor elnézést kérek az Andrástól, mert olyan stresszt okoztam neki, hogy ekkorákat és ilyen gyönyörűeket hozott. Igen, meg volt adva, hogy mekkora legyen, milyen hosszú, milyen fajta, mekkora súlyú legyen. Olyan stresszben voltam, még kifogtam ezt a pár halat néhány nappal ezelőtt, hogy jaj, úristen. Na de mit készítünk a keszekhez, Laci, ezt mondjuk el a nézőinknek. Hát ez most egy klasszikus, ropogós keszeget fogunk készíteni fokhagymával, hozzá egy kis petezselynös újburgonyát, hozzá viszont egy salátát, ami a sóska öntetet fogunk készíteni. Erről sem hallottam, még megmondom őszintén. No, ezt azért gondoltam, ezt a salátát, hogy ezt lehet külön is, és a sóskának a kis savanyúsága fogja az öntetet adni. Tehát csinálunk egy sima salátát. Nem citrom, vagy ecet, nem, vagy bármi. Hanem a sóskát egy kis olívolajjal le fogjuk turmixolni, gyönyörű szép zöld színűre, és ezzel fogjuk majd meglocsolni. A második fogásunk pedig egy túróhab lesz, hozzá egy kis levendulás morzsával, eperragóval. Milyen színű a levendula? Lila. Lila. Igen, így járt ma Laci. Lilával fog dolgozni, de egy nagyon finom desszertet fogunk előorázsolni önöknek. Laci, cseréljünk helyet, jó? Rendben. Már csak azért is, mert te elkezded az öntetet, én pedig nekiállok a keszegeknek, mármint, hogy egyelőre még írdalni. Az írdalásnak a lényege pedig lenne az, hogyha én ezeket itt a gerinc mentén ilyen egészen sűrűn ezzel a késsel bevagdalom, akkor a halakban lévő Y-szálkák, amelyek egyébként itt laknak bent a halnak a gerince mellett, ezen a területen leginkább, akkor ezeket egyenként szépen átvágom a késsel, és hogyha ez megtörténik, akkor tulajdonképpen a szálkák nagy részétől megszabadulunk, bátran ehetjük, kevésbé kell ezt tulajdonképpen pepecselnünk. Igen. De sokan félnek a haltól, ugye a magyar édesvízi halaktól, hogy szálkás. Na most ezt a halat úgy fogjuk elkészíteni, szálka marad benne, de ropogós fog maradni, és így magát a szálkákat is el lehet ropogtatni. Így van. Pedig a haltól nem kell félni, főleg nem az édesvízi haltól, amelyitől kell, az maximum a cápa, de az még nem lakik ugye ezen a vidéken, mert az mondjuk harap. Bár hozzáteszem, hogy a csuka is harap, meg a harcsa is harap, azzal is óvatosan kell bánni, de hát a horgászok ezt úgyis nagyon jól tudják. És a keszeg, bárki bármit mond, egy olyan halfajta, amely nem zsíros, tehát sokkal szárazabb húsa van, mint például a pontnak, és szerintem sokkal finomabb is. De hát ez ízlés kérdése. Nekem az egyik kedvencem. Uh-huh. És elállok egy titkot, hogy Badacsonyon van egy hely, ahol mindig, ha arrafelé járunk családdal, akkor azt szoktam kérni, és finom kovászos uborkával, friss kenyérrel. És ha nem én vezetek, egy lasza fröccsel. Még. Tehát így van ez rendjén. Ugye azt tudjuk, hogy a hal, hogyha elfogyasztottuk, akkor utána úszni kíván. Azt meg valamivel le kell öblíteni, meg ki kell elégíteni ezt az igényét a halnak.
És ha halat eszünk, akkor csak azért kell ugye valami jót inni utána, mert a hal kívánja. És nem mi. Andrással megfogadtuk, hogy többször fogunk halat készíteni, mert bár én nem tudok horgászni, de nagyon szeretem a halakat fogyasztani, és tényleg méltán talán keveset. Nagyon kevés halat fogyasztam. Most a petelőm és burgonyának, kedves nézők látják, ez most vaj, nem is margarin. Szépen a vajba megfuttattam a petezselyem zöldet, és utána összerázzuk. Tehát ennek semmi más titka nincs, és már is kész az új burgonya. Na most ez egy parázs burgonya, ami annyit jelent, hogy mint látják, ilyen kisebb. Hát, hogy nem is ezzel kellene nekem. De új burgonya lévén, hogyha teljesen sárga új burgonyából, vagy piros új burgonyából csináljuk, akkor tulajdonképpen meg se kell hámozni, ugye? Akkor csak egy ez is csak így meg van koptatva, egy burgonya koptatóval, és azáltal, de otthon fémdörzsivel, vagy olyan mosogató szivacssal lehet elkészíteni. András, elégében sóztál? Hát nézd meg, légy szíves, én azért tettem sót, de szerintem nem eleget a krumpli főzővizébe. Nagyon finom. Nekem az egyik kedvenc. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen köretet mit adjunk hozzá, de én úgy gondoltam, hogy emellett maradok. Na most itt az András, hogy írdalja halat. Láttam Balatonon olyat, hogy így is beírdalták. Nagyon sokféle változata van. Szerintem egyébként teljesen felesleges, mivel, mint említettem, tényleg az Y-szálkák úgy helyezkednek el ilyesmi formában a halakba. Tehát, hogyha itt mi átvágjuk, akkor ezek ilyen kis apró pici szálkákká válnak. Nem kell attól félnünk, hogy a torkunkon akad bármi. Na, a legfontosabb ugye... Na most mit szóltam le? Cukrot vagy sót? Remélem sót. Igen, András. Jó. Kicsit megijedtem egy pillanatra, hogy megcukrozom a halat. Én a cukrot idehoztam a desszerthez. Szerencsére. A halat sózás nélkül soha ne csináljunk szerintem, mert az élvezeti érték az elveszik. Kívánja a hal, az kívánja a sót, nem kicsit, hanem nagyon. És aztán még egy kis fokhagymával is belehet ezt, ugye? Itt van András. Kenni? Ez egy zúzott fokhagyma olajjal. Köszönöm szépen. És eljött a pillanat, mikor kezed alá dolgozok. Köszönöm szépen, Laci. Közben elkészítem a sósköntetet. Na. A sóskának a szárát leszedtem, és bótmixer segítségével olívaolajjal fogom leturmixolni. Úgy oldottuk meg, hogy előre tud hozni a bótmixert, amennyire lehet, így jobban látják a nézőink, hogy mi történik. Én pedig mutatom közben, hogy csináltunk egy paprikás lisztet. Ez sima paprika, őrölt paprika, egy pici bors, és természetesen finom liszt keveréke. Ebbe fogjuk a halakat majd beforgatni, és úgy kerül bele az olajba, így lesz kicsit ropogósabb. Annyi huncutság lesz ebbe az öntetbe. Megunk egy kis mézet. Ugye tudjuk, hogy a sóska kicsit savanyú. Fanyár, így fanyar, van. De ez a salátánál ezt most ki fogjuk használni. És a élettani hatásairól ugye beszélve, ez így most egy jó öntetet fogunk így készíteni. Csúcsgasztronikával a sóskát már olyan technológiákkal elkészíti, amiben a nagyon alacsony hőmérsékleten készül, ezáltal nem veszíti el a szép zöld színét, mindenhogy így nyersen is. Kell egy kis só még. És rakok egy kis citromot is még. Az igazság olyan Balaton-feeling. Olyan ügyesen sütőd, hogy már csak a lángos hiányzik. Köszönöm. Igen. Meg a Balaton. Leginkább. Na jó, hát a fertői halat ne szégyenítsük meg balatonival. Hát azért az csak a miénk. Pláne, hogy én fogtam. Na. Ez egy készen is volnánk. Ugye a halat itt is érdemes magas hőmérsékleten
készíteni. Ne égessük meg az olajat, de úgy süssük, hogy szép hát igen, mindenképpen legyen. Forró legyen az olaj. Nem szépen vekszenek ezek a halakot, András, hogy... Ilyen szépen úsztat, kérlek szépen. Gyönyörűen az úszom. Akváriumban? Igen, a guppik mellett. Így van. Jó, közben elkészítem a salátát is. Jó, saláták. Ott vannak, az edény ott van hozzá. Na, András, akkor ez melyik saláta? Ó, mindig ez a radicchio. Ó, az igen. Kis fejes saláta. Második fejes saláta, így van. Jó. Csak szépen várjuk. Ez egy kicsit ilyen kesernyés ízű salátaféle. Alá kukkantok a halacskának. De pont emiatt emésztés segít ki. Lehet, hogy még amíg ehhez kell, másként nem fog menni. András, ügyes vagy, megoldod. Jaja. Ha már a halat is meg tudtad vásárolni. Hát tulajdonképpen nem állt meg az igazságtól, hiszen a jegyeket meg kell venni, a horgászjegyeket. Te András, az évre szól? Tessék? Évre szóló jegyet? Igen, évre szóló jegyet vásároltam. Én amikor tehetem és van egy kis szabad időm, akkor kimegyek peszázni. Meglátogatom itt a soproni vizeket is, vagy éppen a felszűkó vizét. És próbálom kergetni a halakat. Most legutóbb egyébként, ha már dicsekedhetek, a Salamandra túlon sikerült egy közel 3 kilós pontyot zsákmányolnom. Uh-huh. Nagyon szép volt és nagyon finom. De nincs horgászati tilalom. Nincsen. A Soproni Horgász Egyesületnél kérlek szépen a pontra vonatkozó fajlagos tilalmat azt eltörölték, vagy kértek engedélyt rá, hogy ne kelljen megtartani. De ezekben a vizekben igazából nem szaporodik úgy a ponty, hanem természetesen hozzák és telepítik az új áldozatokat, amelyek a horgászok zsákmányává válhatnak. Egy készítem aki ezt a... Amit már... Hoppá, bocsáss meg! Ezt a papírt tettünk, tehát erre fogjuk kitenni a keszegeket. Ti meg már a saláthát a tálaláshoz, ott oldottad, nagyon jó. És igazából... Ha megsül a keszeg, akkor utána nekünk gyorsan a desszertnek is. Szerintem ez nagyon hamar meg lesz. Jó, ez olyan desszert, ami háziasszonyok kedvence fog lenni. Ez biztos vagyok. Elérkezett az idő, hogy a desszertnek is nekiálljunk. Laci, nálad mi az, ami ott látható? Van egy kis túró. Egy áttört túró, ami akár lehetne ricotta is, de most tehén túrót választottunk a magyaros ízeknél maradva. Ugye a ricotta ugye savóból készül, ez meg tehén tejből, úgyhogy mi magyarok most túróból fogjuk készíteni. Túró az olaszoknak, igen. No. Túró. Bele a porcukor. Porcukor. Rakunk bele citromnak a levét. Tehát igazából a klasszikus, nagyon a túrós palacsinta töltelékét fogjuk elkészíteni mazsola nélkül. Tojássárgája és tejföl, vagy ugye családonként változó, hogy ez hogy készül, hogy nem készül. Tejfölt fogunk belerakni? Nem. Na, azért. Csak mondtam, hogy... Megijesztettél egy pillanatra? Nem, lehetne, ez az tejszínhabbal fogjuk. Akár, tejszínhabbal, így van. Ugye elvégben a muszok, a habok, azok nem így készülnek. Ez most csak egy ilyen könnyű háziasszony barát étel. Verzió. Egy könnyű vacsorához desszert. Kedveskedjünk a kedvesünknek, feleségünknek, férjünknek, unokáknak, gyermekeknek. És még valahány név a naptárban, hogy ezt mondta a Zseb TV végén. Zseb TV. Hát aki emlékszik rá, persze. Nem egy mai történet. Jó, akkor abban vaníliás cukor még, ugye? Porcukor. De jó illata van a lime-nak. Itt volt egy, amivel összekeverem. Mit keresünk? És megvan. Egy olyan. Simára keverjük a túlót. Közben egyébként összevágtam negyedekre a tepret, hiszen ebből egy érdekes dolog fog kikerülni. Még hozzá, teszünk hozzá cukrot. Cukrot, igen. És egy kis balzsamecetet.
Mennyi cukrot tegyek hozzá? Fehér András, ahhoz a mennyiséghez szerintem, hogy 5 kanál, olyan kanál mellett, igen. És ez az öntetett majd, igazából, hogy kioldódik a leve. És megkóstolod a túrót. Ez így lekvárgyanús, én azt rád bízom, jó? Nagyon szeretem, nincs ezzel semmi gond. Jó, és akkor egy kupaknyi? Igen. Ez fehér színű balzsamecet, vagy világos igen. színű. Igazából egy mustecet, és szépen nyálni hagyjuk. Ez így levet fog engedni, tehát lesz leve. Az epernek a természetes íze megmarad. És igazából, ahogy mondtad, ez olyan lesz, mint egy eperlekvár. Igen, akkor ezzel meg is vagyok, ugye? Igen. Akkor ezt itt hagyjuk állni, azt mondtad. Remek. Szuper. Hol tartunk a túróval? Hát, most megy hozzá a teljes. Kicsit egyszerűsítettünk, megmondom őszintén, hiszen ez már kész, havosított verzió, de hogyha úgy van, akkor ott van a szifonnal, nagy éppenséggel, géppel, abbávert tejszínt használjunk. Az állati tejszín volt, tehát igen. nem növényi. Igen, ez nem de azt nem is lehet tejszínnek nevezni, mert ma már, hála Istennek, ennek növényi, növényi igen. a fixáló. A hula-hop karikához hasonló neve van. Én megkóstoltam egy eperrel. András? Uh-huh. Innen már loptam. Ja, onnan? Uh-huh. Mit kezdünk most acélzel a morzsával? Ezt be a piskótát ledaráltam, ezt egy kutterba. Ebbe raktam most egy kis... Lehet ezt egyébként, bocsánat, háztartási, darált háztartási kekszből is? Bármiből lehet. Maradék piskótából is, bármiből. Uh-huh. Ez most rakunk porcukrot, kis vaníliás cukor. Pistáccukorból, ez kb. Egy két evőkanálnyit rakunk ehhez a mennyiséghez. Úgy imádom, amikor két evőkanálnyi, hopp, és már meg is van, de hát ugye a rutin és az évek azok mindig visszaköszönnek. És igazából ez azt a célt fogja szolgálni, ez egy kis rupogóságot fog neki adni. És most jön a huncutság, amivel no. szekáltál. Én nem. A levendula. Ártatlan vagyok. Ez ugye levendula, amely lila. Amely lila, igen. Én ezt hányszor fogom hallgatni? Na, ez egy plusz illatot, íz fog hozzá adni. Drága feleségem mindig azt mondta, amiben levendula van, az tulajdonképpen azért jó, mert a molyok messze elkerülnek bennünket, de megenni nem jó. Hát, végül is igaz, de én szeretem. A nagymamám ruhás szekrényében is mindig ez volt. Igen, igen, a molyokra jó hatással volt, ránk is bízunk benne. No, ugyanilyen hatással megkóstoljuk. Szerintem illatában is már kiváló. És én azt mondom, lassan kezdhetünk is tárni. Össze kell rakni. Ennyi még mielőtt ezt megtennénk, én indulok Szabolcshoz, megnézzük a borajánlatot, hogy mégis mit mond erre Szabi. Várlak sok szeretettel. Sokat látott keszeg, amelyet nem kis izgalommal horgáztam ki a fertőtóból, most egy picit újra úszhat, méghozzá valamilyen remek bor társaságában. Lukács Szabolcs szomelié pedig el is mondja, hogy milyennel. Szia Szabolcs, köszöntelek! Szeretettel köszöntelek én is, illetve a kedves tévénézőket. Mai napra egy olasz rizlinget hoztam a keszeg mellé, hiszen hogyha egy ilyen nagyon friss ízű, ugye citrusokkal is megbolondított halról beszélünk, ráadásul ugye friss petrezselyem ugye szerepel a köretnél, ugye a burgonyánál, akkor én úgy gondolom, hogy egy jó élénksavú, ropogós olasz rizlingnél jobb társ nem is kerülhetne a pohárba. Úgyhogy Badacsonyból érkezett az olasz rizlingünk, a Magashegy pincészettől. Egy nagyon kicsi borászatról beszélünk, amit egy házaspár csinál gyakorlatilag, és elsősorban ugye P2-es klónokat használnak, hogy ez egy kicsit más jellegű olasz rizling, mint amit általában megszoktak az emberek. Egyébként, amit most kóstolunk, az csak tartályban volt, tehát reduktív technológiával készült, hordót nem látott, és hogyha ha megnézzük magát a bort, ugye a színén is látszik ez a frissesség, ugye abszolút ilyen zöldes-sárga színe van a bornak. Illetve, hogyha beleszagolunk, akkor pedig tényleg egy ilyen nagyon szép virágos, olajos, magvakra emlékeztető illattal van dolgunk első körben. Megkóstoljuk, akkor pedig egy nagyon szép élénk, ropogós savak, mellett egy nagyon pici széndioxid is megjelenik,
utóízében abszolút mértékben a citrusok uralkodnak, ízében pedig inkább a citrusok mellett én úgy gondolom, hogy a fűszeresség az, ami elsősorban megjelenik, főleg zöld fűszerek, tehát én azt mondom, hogy ilyen könnyű nyári ételek mellé, akár csirke, akár hal mellé egy abszolút kellemes társ lehet. Szabolcs, köszönöm szépen, találkozunk legközelebb is. Most már csak a tálalás van hátra. Még a kis krumplinkat. 5000 ml burgonyát már pakolja. És egyébként annyit tettem még a halakkal, hogy ezzel a fokhagymás, olajos fokhagymás lével még egy kicsit átkentem, hogy az íz még jobban átjárja. Egy kis krumpli. Ez megvan. Palocska. András, vágtál egy lánygerezdet. Így van. A citrom is jó lenne. De milyen ügyesen. Saláta, meglocsolunk egy kis öntettel. És szerintem ez így ebben a formájában tökéletes. Megteszi. És akkor jöhet a desszertünk. Akkor én gyorsan cserélem ezeket a dolgokat. Nagyon köszönöm. A morzsa. Rakunk egy kis morzsát, amit mindjárt most egy kis levendulát szedsz meg, le András, kérlek. Jó, akkor meg még egyet díszítésnek, köszönöm. Oké. Na azért szeretsz. Persze, természetesen. Jó, oké. És akkor vízbe mártott kanállal. Már előre beáztottuk a kanalat. Ha-ha-ha. Meg legyen. Kiformázzuk szépen, akár lehet két kanállal is. Még egyet. Nagyon jól néz ki. Egyébként a túrós desszertek, vagy túró desszertek mindig is a lieblingjeim voltak. Egyszerűen úgy gondolom a magyar kultúrához ez hozzátartozik. Sikerült mindezt úgy megcsinálni, hogy a rögös túrót teljesen pépesre. Igen. De látjuk, de ez a jó. Na és akkor most jön a számomra még egyelőre sok kérdést felvető dolog. Kóstolj már meg előtte, András. Egyet így kiveszek, jó? Így az öt ujjassal. No. Jó. Persze, hogy jó. Nagyon finom. Ez a balzsamecet van olyan fajtája, ami még több évig érlelődik. És... De akkor ez már egész sűrű. Igen, ja. Azt aperitívként is szokták fogyasztani. Nem mondod. De igen. Egy kis menta levelet még dobunk hozzá, vagy az már? Csak a zöld miatt kérdezem. András, szeretnéd? Hát igen. Legyen. Levehetem ezt. Persze. Csipíjét, és akkor ide. Te milyen ügyes vagy? Köszönöm szépen. Akkor meg is vagyunk, ugye? Igen. Elkészült a keszegünk, a túrós desszertünk. Kedves nézőink, mondom önöknek, hogyha kíváncsiak a receptre, akkor tudják, a műsorunk végén megnézhetik mindezt, és vissza is nézhetik adásainkat a sopronmedia.hu oldalon. Én köszönöm szépen Lacinak a mai napi munkáját is, készítsék el az ételeket, és jó étvágyat kívánunk. Jó étvágyat kívánunk. Viszontlátásra. A műsorszámot támogatta a Tastevino Borbár és Vinotéka. Az alapanyagokat a Perkovácz ház biztosította.